Halljam, mondd ki! Bácsi! Hangosabban, nem hallom! Kakó. Na nyomjuk neki. Most tudom, hogy fejlődtem, de már leszarom egyébként. Én próbáltam most az öreg asszonnyal beszélni, de nekem valamilyen nem adja be a izét. A beszélgetést vele. Mert van elem egy szimulakrum, hogy fejlesztem a izét. Várjál. Az nálam is van. Jó, hát most már mindig, mert én elbuktam a pénzem azzal most. Már nem tudtam vele beszélni. Jó, egy ezres egyébként, és nem. Igen. Ide jövök, és ugye nem adja be azt a kis buborékot, tudod, hogy beszélni tudjál vele. De neked meg nekem beadja. És kíváncsi ezek, hogy te beszélsz vele, kíváncsi vagyok, hogy utána beadja-e. Lehet, hogy bakosoltuk egy én, vagy valami, ezt azért nem adta be neked. Most beadja, így, hogy te beszélgettél vele amúgy. Bagos. Hát nekem, amikor néha valamelyik gomb nem működik, most működik egyelőre, tehát mondjuk nem jegyezte meg a izét, amit tegnap beállítottam, hanem mint hogyha újra. Tehát úgy magától visszaállította azt, amit én beállítottam tegnap, de nem baj. Aha. Mindegy, hülye a játék teljesen. Búvos. Nincs mit az tudom, az... Ez nálad olyan érzés volt, mint mikor rád jön a kulázhatnék így az utcán, és próbálod a végtelenség visszatartani, míg hazaérsz. Igen. És mikor belépsz az ajtón, akkor már ugye így szellemileg is, meg testileg is, mindenileg így feladod a harcot, és már úgy zuhansz rá a WC-re, hogy a zuhanás pillanatában már félig kim van a töltet. Na, ugyanilyen volt nálad ez a kifagyás, hogy így megvárta a gém, hogy győzz már le ezt a boszt, aztán hagyd fagyjak már ki. Igen, ez pontosan. De nem, geci, legyőztük, visszajövünk a Wordba, és kifagy, geci. Ja, pont, visszaértünk, és abban a pillanatban kifagyott a játék. Ugye még ezt így megvárta, hogy érted, hogy nehogy ott szarja már össze magát, hanem otthon a WC-n. És szó szerint otthon, mert visszajöttünk igen, a bázisra. Igen. Tehát, sírok, geci, ezen a gémet. Szia, Krisz, amúgy ő. Még valami a bor volt, vagy ki a faszom, nem is tudom ki. Jaj, valami csöves. Ja, mi? Valami zév, csöves bánat, fáó, he. Azért tatabányék irány. Micsoda. Az, persze. Tatabányi is. Most eldönthetjük, hogy vagy a izének, az Andai Kingnek adjuk oda amúgy a... Mit mondtam múltkor, Gabi, amit nagyon röhögtem? Hú, már nem tudom. Így, hogy a tataival valamilyen nagy, izé... Nem tudom, mert... No. Tudom, mit mondtál, hogy te helyi istenség vagy. Igen. Azt kurva jó duma volt, geci. Amúgy... Vágod öcsi, én itt helyi istenség vagyok. Helyi. Amelyik a helyi legenda. Milyen kép maradtunk, Krisz? Azt írja, Krisz, hogy mi maradt a kép? Igen, tudom már, mire szólt már, ezt már vissza elnyomtam. De köszi Krisz, hogy szólsz. Na várj, ez most mi a gyász itt? Nem tudom, te jöttél ide. Nem tudunk bemenni még egyszer a bosszra? Ennyire mazoista vagy, bazd meg? Jaj. Nincs itt valami, amit ha összetörünk, vagy beizénk újra aktiválja a bossz? Remélem, hogy nincs. Megmondom őszintén, én most neki mentem volna. Azzal a tudással, amit szereztünk, hogy például alapból ez a glitch, hogy innen ki lehet lőni a bosst. Tehát, hogy ott csünk fönt. Au. Belém lőgetsz. Jó, tudom, nem direkt. Tehát valahol itt állt le. Nem ott, az itt. Hol vagy? Már előrébb jöttem. Hát ember, itt kell bejönni, itt van a füstkapu, amikor ízél ja, hogy... Ja, tényleg igazad van, várjál. Akkor olyan valahol ott.
Nem, azzal a izével mutatták, ezzel a... Márjál. Ezzel az új fegyóval, hogy... Azóta már kijavították. Lehet egyébként. Persze. Kinézem ezekbe a buzikba, hogy képesek egy olyan patchet csinálni. Na, ott szüntessük meg azt a lukat. Biztos. Na szóval mondja, azt kezdtem mondani, hogy most vagy odaadjuk az Undying Kingnek, ennek a fasznak a szívét, vagy pedig elvisszük a izének, a Bogár Réninek. Mert ugye mind a ketten akarják a szívet. Na jó, de és hogyha a csaj miatt nem tudjuk odaadni az Undying Kingnek? Hát nyilván, ha megkapja a csaj, akkor az Undying Kingnek már nem tudod adni. Nekem van egy tippem. Ha én lennék játékkészítőjéknek a sarja. Igen. Ha odaadod a nőnek, akkor valami olyanhoz jutunk, amit akkor nem, ha az Undying Kingnek adjuk oda. Uh-huh. Viszont így az Undying Kingnel, hogy megszerezzük a kulcsot, meg kell küzdenünk vele. Viszont... Ez reális lehet. Ha nem adjuk oda a nőnek, akkor nem kapjuk meg a nőtől egy olyan cuccot, amit csak úgy kapnánk meg, ha odaadjuk neki a szívet. És elkerüljük az Undying Kinggel a konfrontációt, viszont az Undying King könnyedén odaadja azt a kulcsot, amit beír. Esküszöm, hogy fogalmam sincs, ez csak egy tipp. Ja, már ismerem ezt a játékot. Ezt én sem tudom, de nyilván ez hihetőnek hangzik. Minden azonáltal kíváncsi lennék, hogy mit szólna hozzá az Undying King, hogy visszamegyünk és közülük, hát bocs, de odaadtuk másnak. Lehet, hogy azt mondja, hogy akkor fuck you. Akkor megvész három ilyen legyet, vagy mit tudom, ebben volt. Azt a... Aha. Poliplepkét. Azt, persze. Meg még leidész három pokolkutyát mellé, csak ugye vicc kedvér, ugye? Mennyi damage-elne? Mennyi mind a két kutya. Kutya? Jó van már. Kutya. Kipróbáltam. Jó. Még megkeres, bazdmeg. Meg hát, rohagyjál. Hol vagy? És így. Hol vagy, rohagyjál meg. Te megszerezted ezt a kaptárpisztolyt? Megvan. Meg a izé is, az a... számszerű, vagy mi a gecim is megvan. Gyűrűt kaptam. Na, felvettem. Tudottam, mit vettél fel. A családi tesszük. Ah, jó, nem tudom szemétkedni. Most még. Ez a szent pillanatban. Ja, és Martin? Igen.
Légy szíves, szólj rám, hogy ne dicsérek soha többet semmilyen játékot. Jó? Légy szíves, már hallod a mondatom, a kialakulások, akkor csitíts le. Ezt pontosítanám az, hogy semmi olyan játékot ne dicsérj, amit Dark Souls. Nem, alap. semmit nem dicsérünk. Már a izét se. Semmit. Mi a neve? Titan a végén, mikor a kredit lista van, akkor... Akkor lehet dicsérni? Akkor lehet. Ezt most ünnepélyesen megfogadom, mert ez már, ez tényleg vicc. Hogy megdicsérek egy gémet, mert egy picit jó. És azonnal előveszi a műfaszt és bele ránk bassza a picsámba. Az ilyen geci dicséred? Na, akkor nesz. Itt van egy kis műbré. Azaz. Milyen érzések? Jó, az a fegyver, az a hive izé. Egyébként már ez mit csinál? Aj, korrozív izét tudok. Ja, csak kérdés, hogy ez mennyire fáj nekünk. Igen, mert ezek ugye alapból ilyen korrozív vasok, ez, bolygó, ez a bolygójuk. Olyasmit lőnek, ja. Már mondjuk még oké az emberek. Várjál, az egyikre rá kell kúrni az izét, na például az korrozívban van. Hát, nem nagyon. Hát én lövöm ezeket most shotgunna. Nem igazán csökken a izéje. Az a pár faszál. Na várjátok így geci tudtam. Ez majd más bolygón jól lesz, ahol nem korrozív az alap izé. Szerintem én most telibe durrantottalak. Nekem nem is ki semmi gyűjtő, hanem megoldják a pofonyák igazából. Én vettem. Shotgun az azért fáj neki bomba. Kösz. Faszom, nem töltődik fel ez a hír faszom. Itt lövözök így év, ezt nem tölt fel a perc. A kurva anyád! Neked is.
Hogy már fel? Azt akar. Azt akarlak, de ez a buzi kilő belőle. Na végre, geci. Yes. Pont ellövöd az embere, pont az a kezdet. Na jó, amúgy megnézem, mi az a gyűrű, amit fölvettünk. Tényleg. All damage deal. Nem tudom, hogy ez jól vagy nem. Azt mondja, az összes sebzéstől megvéd 15%-ban. És 50%-os öngyógyítást engedélyez a szövetségeseknek. Az mondjuk nem rossz egyébként. Nem tudom. Nem hangzik rosszul, de nem érzem úgy, hogy le kell cserélni. Hányan jönnek még ezek a buzik amúgy? Úgy érdekelne. Ki ezek a mob pály részek, ezek tetszenek amúgy, csak tényleg ez a hülye bosszom, az meg. Igen, a bosszal voltak problémák. Ez a boss, ez igen, ez nagyon kitett azért, hogy így megutáljuk a játékot, nekem is nálam. Hát nyilván nekem sem lesz a szívem csücske ez a játék, így ezek után. Anyád! Ez mi a gyerek? Ez honnan jött ide, bazd meg? Jövök! Megpróbál... Oké, csak... Kérdés, hogy engedi-e, tudom. Jó, öld meg erőm. Szeretném.
Ha épp nem dönt úgy, hogy megdög lesz. De a kurva anyám! Meg egyszer, engem mába ver, bazd meg ez a buzi. Micsoda, hogy van ilyen klón perke, most látom, hogy csinál magamból egy klónt. Mi a neve? Riftwalker. Ja, az nekem nincs. Mi a visszes kipvám? Mit jön ez a buzi? Ennyi! Ennyi ez a perk, bazd meg! Három, egy két másodpercig előbb basz egy ilyen szart. Anyára! Ez mi volt? Még egyszer nézem majd. De miért nem éred el, Getsz? Miért kell az orrába menni egy valaminek, bazdmeg, ami... mit ütök? Saját maga előtt, bazdmeg. Ütlegelj, egy kis lendületet... vehetne, hogy amikor üt, akkor így előre is lépje már egy másfél lépést. Ne így, még megáll, és még így maga előtt üt. Istenem. Bárjuk fasz. Jaj. Martin, hát lehet. Bocs, nem direkt volt. Reloading. És ez nem is nagyon csinál semmit. Semmit. Ez egy lófasz. Esti fényben. Hát... kb. Cover me. Yeah.
tüzet betoltam, már mindegy. Megjött a tatai király. Ez Gabi volt tatai királyként. Kinrály? Is it over? Sérlek, kérni akartam. Hát ma nincs valami jó napom, azt megmondom őszintén. Nem, már tegnap este óta, geci. Tudom még miért talált meg ez a Jazzpack sorozat egyébként. Tudom, valaki szerintem gyűjti rám, geci, a izét, a rontást. Komolyan mondom, ami cigány fasz sármán. Cigány átkot szól rám, bazd meg. Ez a sarok is semmi nem volt itt. Szerintem itt felfedeztünk mindent. Igaz. Csodálatos dungeon-t is. Na mi legyen, Martin, te ősd el, odaadjuk a Bigének a szívet. Vagy nem. Hát igazából odaadhatjuk, csak ugye attól parázok, hogy elmegyünk az Undying Kinghez, azt mondja, hogy akkor lófasz a seggetekbe, és dögöljetek meg. Valahogy haladnia kell a történetnek, hogyha valami lesz. Én mondom, az a tippem, hogy akkor az Undying King, akkor lehet az Undying King-gel megküzdeni, mint boss. Mert ilyen van a Dark Souls-ban is, vannak ilyen bossok, hogy vagy tudsz vele beszélni, és akkor odaad valamit, vagy az, hogy valami, valahogy bossszá avanzsálod, és akkor érted. Értem. Ja, bocs. Nem baj. Tögölj már meg, bazd meg. Ne, hogy ez meg ki is fogott, ez így jó? Tudunk átmenni a kórhoz. De. Itt a Bige. Akkor neki adjuk oda? Nem tudom. Mi a neve ennek a szívnek? Ott van a quest itemeknél.
Guardian's Heart. Ja, az. Remnant from the Ashes. Ki? Szarom, nem, mert a játék nem érdemli meg ezt, hogy kidesem, kinézem, az kész. Nem. Amennyire ő nem tisztel, én is úgy viszonyok hozzá ennyi. Felfedezni. Fedezze fel a faszom. Mm-hmm. Azt mondja, hogyha odaadod Iskál királynőnek, megajándékoz egy crossbow-val és egy Slayer szettel, egy ruhával gondolom. Ha az Undying Kingnek adod, megajándékoz a labirintus kéjjel and Riven. Mi az a Riven? Ja, az egy kasza. Iskálnak a dolga jobban tetszik. Azt mondja, hogyha odaadod a Iskálnak a szívet, akkor azzal azt éred el, hogy az Undying Kingtől erőszakkal kell elvenni a labirintus kulcs. Mondtam, geci. Akkor valószínűleg meg kell basszolni. Esküszöm, innen ne álljak föl éve, ha ezt utána olvastam. Tehát olyan egyszerű ez a játék, olyan átlát, de nekem már egyébként nagyon izéje. Story nagyon vékony, nagyon egyszerű, de nekem nem lett volna bajom vele, ha egy tök is élvezhető kis jó játék. Ellenben behoz olyan bosszokat, amitől már azt kell mondjam, ennyire futottam. Tehát geci bosszra volt erő, de arra, hogy fordulatos történetre már nem. Megmondom, minden kanyarban mi fog történni a játékban. Akkor na mi legyen akkor? Akarunk az Undying King ellen harcolni, ha? Ne, nyomjunk ki All Boss Run-t, ha már ennyire belejöttünk, nem? Jó, van, akkor nyomjuk, geci! Akkor az ödönek, jössz kész. Akkor... Megtudni nem lehet? The Guardian is dead. Biztos van a pinája. Jó, akkor tessék, here is the Guardian. Thank you, outsider. You are forever in our heart. And here, pinája, nincs, as tömik, promised, szája van. Is your reward. You can ask us anything. Ha van csöcse, akkor valószínűleg emlőivel tud tárgyalni kicsinyeket, tehát akkor kell tudni szülnie is, és ezek szerint akkor van petefészke. A petefészekben egyik van át, be kell jutatni a dolgokat. Martin. Tessék. Épp biológiailag elemzem ezt a Quint, hogy Martin megöltözködik. Nézzük ezt a ruhát. Itt van rajtam, nézd meg! Így néz ki. Elég gusztustalan. Mármint az a fejizé. Hát... Rigó bácsi. Kicsit horrorisztikusabb változatba. Mit ad ez? Reload speed. 20% damage. Viszont ezek a resistance-é, ezek nagyon ótvarok. A damage miatt én ezt azt mondom, hogy megtartom. És ez micsoda, 200 így... Damage-es. Most megyek ebbe a szedbe, most kíváncsi vagyok, hogy ezzel milyen lesz. Viszont nagyon nagy a korrozív ellenállása. Nyilván ezen a pályán való
Jó, menjünk még el a pálya elejére. Az első kor lehet, gondolszám. Valószínű. Nem labirint, korszusz. Tökény, hogy kidobott itt. Aha, ennek van az alján. De nem tudom, itt, ja igen, itt volt egy kulcs. Csos ajtó is. Igen, az... Nem is tudom, hogy megtaláltuk-e a kulcsot. Hát, ugye, megnézem. Nálam nincs. Hát akkor valószínű, hogy nem. Hogyha nálad nincs, nálam sincs. Yes. Ó, kurva anyja. Hevúzi. Jönnek a... Oké, hogy... Gyere erre! Oké, tényleg nagy damage-et osztok le, csak... Jaj. Ugye a HP-m az ugye elég gyorsan elmegy a vérbe. Főleg, mert ezek azért ugranak, mindent csinálnak. Mi a kurva él? Jó lenne egy ilyen AR fegyver már egyébként. Igen. Azt kapta a csicskalángot. Itt van egy lila cucc. Gyász! Látom. Jövök. Időm nem volt megnézni, milyen lila cuccot vettünk fel amúgy. Valami gyűrű. Mi volt? Razor... Razor Stone. Bazd meg! Bleeding effektet tesz 20 másodpercig az ellenfelekre a mili fegyverre, 400 damage. Hülye vagy, felrakom. Kipróbáljuk. 400 damage-et szipkáz le az enemiről. Ezt vagy próbáljuk, hogy itt megütöm. Mi a neve az ének? Razor Stone? Az. Nem láttam a bleeding effektet. Vagy ezek nem bleedelnek vajon? Az a bőr, mire lehet, hogy rábaszna a bleedet, meg meghal. Az lehet. Gyáz, megötted. Szerakom.
Menjünk. De nem tudom, hol lehet az a kulcs amúgy. Én se tudom. Lehet, hogy ez egy más... Erre. Ez az ajtón bementünk már? Ez egy nagyszerű kérdés, nem tudom. Mondom őszintén. Baszom, meg kell még szoktam itt az új build, az olyan mellé nyomok. Nézzük itt meg. Nem tudom, miért felejtem rajta az ujjam. Nem volt. De baj, Martin, de baj. Nem baj, ha én azt mondom. Ne is így, nem így. Hogy? Főnökösködj így, de... Kivett egy, ne? Azt hát itt van, azért, vagy én... Nem... Az állaj Isten, vagy mi? Mi? Szeretnél egy lövést? Larc, odaba! Van egy érzés, mint valóban nem mentünk még be. Ez lehetséges a rajton, egyébként. A kulcsos ajtón kívül. Lehet. Hát itt van három ilyen út is. Baszom, és kurva végig kell menni, rüves egész mappon. Próbálj már meg átfutni a mappon, léci. Jó, hát tudod, hogy nem rajtam múlik. Hanem azon, hogy mennyien lesznek. De hogy? Dobálnak ezek a buzi, úgy.
Ja, de várj, itt is. Jó. Jó, ez az Iskaquin, jó, mindegy, tudtunk volna utazni is. Mert kérdés, ez a kulcs az hol lehet? Menjünk el erre. Erre mi volt? Gyere, itt egy heal pool. Látom. Visszavettem a ruhámat. Hát ez... ez hova is vezet? Valahol kéne lenni egy kulcsnak. És nem tudom, azt nem egy bossnak kellett volna eldobni? Vagy lehet, hogy az egy pont egy másik boss lenne, ami akkor dob egy kulcsot is, vagy nem tudom. Amivel még nem találkoztunk. Tudod, nála, annál a lebegő buzinál, vagy polipnál, itt például nem fedeztük fel az Ace Dungeon-t, például. Lehet, pont abban a sarokban van a kulcs. Ha erre nem voltunk. Követlek téged aztán. Watch my back, take him down. Zoom-e-ba.
Egyébként gondolkozok ezen az Enemy Reward, vagy ez a Everness-en, ez a Shadow Walker, hogy lehet, hogy nem ártana tenni rá, hogy minél jobban nevelünk foglalkozzanak a bosszok akár, vagy a mobok, hogy érted? Tehát, hogyha mondjuk megidézzük ilyen izéket, akkor inkább azokkal vannak elfoglalva, mert hogy kicsi ez a feltűnési rátánk. De lehet, hogy kéne. Mert én arra nem raktam semmit. Én se, még. Tom, teamwork. Itt is csak teamworkre raktam. Elementál, resistance, hát arra is akkor igen, egy teamwork 10-es hagy legyen. Nálam az már 13-as. Én lehet teszek erre a Shadow Walker egy kicsit. Néha-néha. Hogy úgy tudod, egy kicsit hogy jobban, hogy nem ránk koncentrál mindig feltétlenül, hanem hogy néha, hogy inkább úgy nem. Ja. Jó, és van még itt egy ilyen sarok, ami elég érdekesnek tűnik. Kurva anyádat! Quest complete. Ring of Mantis. Ez mi? Gyűrű. Növeli a fire rate-et és a critical damage-et összege. Mikor a viselője megáll mozogni egy másodpercre. Tehát ha egy másodpercig állsz, tehát egy helyben állsz, akkor ennyivel növeli a fire rate-edet. Értem. Ha megállsz, és úgy... Hogyha mozogsz, akkor nem. Jó, hát menjünk ki. Bag's full. Nem tudom, hol lehet az, nézzük meg azt az ajtót. Hát, ha a Dragon Heart-tal kinyílik, vagy nem tudom. Bár nem hiszem. Az hol is volt? Nem tudom, igazából tényleg.
Rögtön a legelején valahol. De faszom, hogy megint ilyen geci messze van minden. Gyere, fussunk, hagyd a faszba. Ez te kurva anyáda. De hol ér hozzá, Lici? Ja. Nem enged. Enemit ír. Közelebe. Bele, nem lehet, hogy ennél lehet megvenni ezt a kulcsot? Nem, őnál egy kaszát lehet venni. Kasza. Everyone okay? We are waiting to hear it. We will be watching. Yeah. Greetings again. We adore conversation. The Iskar. We have no need for crew. We are emboldened by our shared purpose. An intriguing quest. The door to the is. Allow it to suffuse your frail form. Until all that is left is the Iskar. And the Iskar. Oh, it is outside. Perhaps what we will be watching. Greetings again. What intrigues you? We are elated to hear. Valamit mondott az ajtóról, de most elnyomkodtam, faszom, nem mindegy. Tehát itt van két kor ezen a map részen. Az ez a kettő, vagy melyik. Menjünk meg innen a feti grade-re. De nem tudom, hogy itt megnéztünk minden olyan ajtót. Itt ezen az iskálon is. Ugye ez meg ki fog ugrani. Ez az az ajtó, nem amit mondtál. Igen, igen. Nem, nincs hozzá semmi. De ezt tudod, milyen ajtó? Mint a...
Igen. Ami van abba a fő részbe is, tudod, az igen, a labirint. Igen. Nem tudom, egyébként ezt elhasználjuk ezt a... Mi lehet én? De meg is halok? Nem volt szó, hogy meg is halok. Mit használtál? Hát azt a visszatérő izét, de... Az melyik? Ja, ez a koponya. De azt nem írt, hogy meg is halok. Jó, használjuk kell, leszarom. Yeah, you are. Egyébként tudod, mi a fura? Na. Miben nem hasonlít a izére? A Dark Souls-ra. Na. Tehát, hogyha meghalsz, akkor nem kell visszamenned felszedni a pénzed, igen, vagy szólod, vagy igen, mindet. Igen. Ennyibe végül is nem Dark Souls. Tehát, hogy ma érted. Nincs gréved. Várjál, még akartam elmenni, hogy itt a... Azon a Mistfenen, vagy az Iskvalkvinen ott megnéztük az összes sárga ajtót. Szerintem meg. Tuti? Én úgy emlékszem, hogy igen. De most sem akarok végre, de menjünk a faszomba. Amúgy is ide még vissza kell jönni, mert szerintem valahol szerzünk majd azt a kulcsot. Menjünk vissza, mondjuk meg Undying papának, hogy nincs meg a szív, úgyhogy jó lenne, odaadná a sajátját. Odaadtuk a hercegnőnek. Ja, és... Vagy királynőnek. Már nyitom meg az Undying King-et. Ja, igen. Resistance, Radiation és Frost. Weakness, fejlövés és Fire. Minden Fire érzékeny, de kurva érdekes. Na jó, én akkor a... Akkor ez a Beam Rifle az jó, nem? Ellenem. Nem, arra ilyen Resistance. Jó, hogy pont arra Resistance, aha. Akkor... Jó lenne a kutyát is hozni, csak hogyha most berakok egy tűzeffektet, meg nem, akkor ki kell venni a Menders aurát. Hát nálam itt van a koponya meg a kutya. Jó, akkor én rátolom a izét a... tüzet, vasrottot. Jó. De mert a tűz az fáj neki. Igen. És... akkor puskával ne hozzak kutyát, neked van elég minyonod. Hát van a kutya, meg a kettő koponya. Lehet, tudod mit? Akkor leveszem erről a... akkor a pisztolyra rakom a Menders, mert azt föl lehet tölteni hamar a pisztollyal, és akkor a puskára menjen a tűz. Jó. Yeah. Akkor inventory-ba várjál. Mi van bent? Nem mindegy, mégis ami kell, az benn van. Have you the heart? How terribly uninteresting. For your sake, I will assume you still intend to retrieve it. Oh, it. Azt mondja, hogy mégiscsak el lehet hozni neki, de az most mi, hogy visszamegyünk és újra. Spónol a boss? Nem tudom. Hát vagy megöljük a izét, azt a szart. A SK-t. A Quint, ja.
Nagyon remélem, hogy nem az kell, hogy akkor viszont is a boss, mert akkor itt szopom le magam. Várjál. Igen, tehát nem lehet mind a kettőnek odaadni, az tény. Mi legyen? Refuse? Ezt most rád bízom, mert a néninél én döntöttem, hogy adjuk neki. De oda. Nem értem, hogyha acceptelem, akkor... akkor hogy szerezzük meg? Azaz, hogy ezt várjál, rányom, várjál, Iskall Queen. Egyébként Iskall Queen nincs bossként jegyezve. Mm-hmm. Nem, egyébként én most nem... Refuse-oljuk, refuse. De sem, ezt nem érte, semmi okom, hogy ne adjam oda, érted? Oké, nincs nálam. Jaj. Gömböket csinált. Nem, hagyj el! Nem barátkozom veled. Ja, hogy ti itt is vagytok! Vigyázz meg a kicsit. Foglalkozz minden kicsi szarral. Akivel tudok, foglalkozok. Kurva szállat. Hogy már most megölj, geci. Ajaj, lejött harcolni is. Hol van? Itt van lent. Meghalt? Ja. 2000 XP-t adott ez az állat. A Undying Heart. Megkaptuk a kulcsot, kakulcsot. Aha. Meg Kingslayer izét is kaptunk.
Ó, ez az busz meg. Gyere, menjünk vissza az izébe. Jövök. Ja, hogy ez kell nekünk? Ez az a formájú kulcs. Jövök. Tehát a labirintba is ki tudjuk nyitni ezt a kaput, meg itt is ki tudunk nyitni egy olyan kaput. Aha. Akkor összenézzük meg itt azt a kaput, ja. Ja. Én nekem van egy tippem, hogy ez nem olyan kulcs, hogy egyszer, tehát elszállt és eltűnik, hanem mindenhol be tudod tenni. Minden lukba. Pedig Gabina a luxus lukába. Gabinak én nem fincsi rózsaszín, meg minden. Amúgy nem volt olyan vészes ez a boss. Én azt hiszem Gabi luka. Az nem tudom milyen, nem is érdekje. Nem volt vészes Gabi luka. Hova jössz már? Megy utána. Ja, egyébként csak szólok Martin, hogy ez a DLC. Mármint? Swamp of Corsus. Ja, hogy ez a DLC. Hát a Corsusomban vagyunk, ez a ja, hogy akkor itt a sztori az így egybefügg a DLC-kkel, aha. Nem, egyébként azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy ide... De nem kell... De várj, de nem értem, mert ha nincs DLC-d, akkor hova küld az Undying King, hogy hozzá a szívet? Az egy kurva jó kérdés. Érted? Értem. Mindenesetre ez a Swamp of Corsus. Most így összeraktam egyébként nagy nehezen az agyamba. Kurva vagy. Ki mit ír erről a kulcsról? Nézzük, hát ha ide beleillik. Megengedem, hogy te nyisd ki. A csillagkapu, mindjárt kijön a CK1. Azaz. Vagy a izék a... És itt egy iszonyat buzi boss lesz. A Jaffa. Jönnek egy a... ilyen mocskos buzi. Az. Hát, amihez képest az a lebegő poli rovar, az semmi. Ja, a labirint. Nem, visszajutottunk a labirinthoz. Aha. Ez lehet, hogy egy shortcut. Elképzelhető. Bár a korból tudunk utazni ide. Vagy nem, várjál. Ez ilyen utazós maraság. Teleport. Ja, aha. Aha, de neki mi értelme? És nálunk maradt a izé? Igen. Hol kellett kinyitni? Erre? Lehet, mert ott... Aha. Elképzelhető, hogy ezt kell nekünk amúgy. Na ezt megengedem, hogy te rakd be. Rakd be, Martin, rakd be. Úgy berakom. Kíváncsi leszek itt mi lészen. Lészen. Aha.
Te, Kenduram, nem-e korból való? Be. Az a kurva ez, hogy néz. Na jó. Find Fort Street in the jungle. Jó, tényleg lát. Látványra tényleg erős az a game, azt nem megállapítottuk. Látványra ez... Arra nincsen panasz. Visszamegyünk fejlődni, vagy... Hogy a faszba ne. Hogy a kurva életben ne? Hogy a viharban ne? Ja. Körülöttem megyek. Nem káromkodunk, Martin, bazd meg, jó? A faszom. Nincs súnya beszéd, bazd meg. A picsába pedig mondtam volna egy cifra. De hát, ha nincs csúnya beszéd, akkor nem. Na, megint neked kell lesz beszélni a nénibe ahhoz, hogy én utána tudjak vele beszélni, geci. Undorító szar. Nem, hát először mindig tud a boss a főnök, aki ezért... Valami nekem csak utána engedi. A minyon, aki csak ilyen kicsicska, ez csak később ezért. Amit nem értek miért, ez is egy kibaszott bug szerintem amúgy. Nem, miért? Csak én azért, mert tudja, hogy én vagyok itt a boss, mindig ezt nem értem. A kis, ilyen kis csírek, mint te, az csak... Fudegeci vagyok, így hátba lövöm, bazd. Ez volt az utolsó tetted, amit most életedben elkövettem, csak mondom. Ellened? Ezt is mondjam. Így van, ellened. Amit ellenem elkövettem. Sírok is. Hallom, hogy rohan, lő, rohan. Ez így megáll lőni egyet. Engem, na most megyek és fejlődök. Én esküszöm, ezt élvezem. Nem, én érek oda előbb. Betoptad! Na már megnézem a felkészítőleg, mi van a pinának a bugyijában. Anyád. Anyád. Anyukám van benne? Az úgy durva. Anyád. Várj, az Undying Heart az másra nem jó. Mi kell neki? Jó, ez... 13-as, 14-es. Oké. Oké, a Scrappert feltoltuk. Akkor... Jó. Ezen is tolok kettő szintet. Take care, my friend. Aha, csak a ruin. Aha, akkor ezt megveszem. Ez egy passzó sniper. I've got work to do. És adott trétet is a fegyver. Anyósod. Én ezt az előzőben már lekraftoltam ezt a... Na mindegy. Ebbe van egy perk is. Anyád! Ha feltöltött a fegyver, a viselője 75% életerőt nyer vissza. Igen. És utána 10%-a kevesebb sérülsz, és immunis leszel a státusz effektekre 5 másodpercig, aminek 5 perc a újra töltődése. Megnézem. Hallod, milyen a szkópja, geci, nézzél bele? Amíg megvetted. Anyád, ez burstos, geci. Ez nagyon durva. Na, befejeztem. És kurva pontos. Nem baj, úgyse. Itt a... Éppként kurva kicsit sebb ez a fegyver, ezt rájöttem. Igen. Tehát nézd meg, például izé... Itt van ez is. Ez egy felébe kurlak, akkor se azt meg... Köcsök, te... Új, ja, mi? Jó, Isten. Sírok. De én gondolkozok, hogy ezt a... Érdemes ezt a... Hive Cannon-t föl... Boss... Mi a mély lépett közé?
Mi lépett ki? A menüből. Ezt a Hive Cannont felbaszni. Nem tudom. Még megyek, veszek a mobokfot. Hello again, friend. Here you go. De jó lett volna ez a Spitfire, öcsém. Ez a piszta is nem rossz. Keep your head up. Azt néztem egy pár streamet, sokan ezek a Hunting Rifle-lel mennek. Hunting Rifle-lel. Egyébként nem azért, de ennek a Slayer Mantle-nek ennek nagyon nagy a kezdő armorja, tehát 76. Az összes többi mind ilyen nagyon pici volt, még az elején ilyen 30, meg 40. Tehát lehet, hogy ez egy plusz valahány, igen, lehet az plusz valahány, nagyon erős. Ez így alapból plusz 8-as. Ja, tényleg. Mert nem írja az armorokat? Például a Slayer set. Huszason 406 az a védelme. És mondjuk a... Kultistának most nekem az a legnagyobb, az 20-ason 386. Csizni, a Scrappernek nézd meg. Vagyis hogy tudom megnézni? Scrapper izét? Hát azért nézem ezt a wikit. Mindjárt mondom. A Scrapper. Melyik Scrap? Aha, Scrapper. Huszason 4-14, ez elég magas. Ez elég a legmagasabb három közül. Olyan, ez a Void armor, az kurva jól néz ki, bazd meg. Aki 440. Na azt akkor majd azonnal, hogyha meg is lesz, azt fogom használni. Mondja, meg lehet venni 2500-ért ROM bolygón a Monolithnál, miután megoldottad a padló puzzle-t. Hülye vagy, oda menjünk már vissza, ezt most nem is olvasom tovább. Ott... Viszont azon gondolkozok, hogy... Sniper. De most megint ez is bazd meg egyes. Költsek rá egy csomó. Nem lehet ezekből kiszedni a... Nem. Na. 22 damage. Nagyon jó. Tényleg kurva jó. Take care, my friend. Gyere, Martin. Jó, itt vagyok. Te a sivatagosra gondolsz, nem? Ahol voltunk. Igen, Rom, Monolith. Ja.
Továbbon rápihen az ujjam, az új billentyűzet, le kell szoktam arról, hogy pihentettem az ujjam rajta, mert kis nyomásra is érzékeny. Közben meg van, jó, amúgy ez a szízés. A gyerekek most új izén van, ilyen switches billentyűzet. Na, hogy ezt a izét kell megoldani. Igen. Azt a szettet, ami rajta van, azt lehet meg. Menj már a kurva anyádba! Mere, itt négy jel van. Ezeken van valami jel? Az ajtón. Aha, ezt a kérdőjelet látom sokszor. Mm. Igen, itt még nem történik semmi rossz, tehát... Gondolom, akkor jelennek meg ezek a mobok, hogyha elbasszuk. Igen. Az biztos. Jó, most visszaállt a helyére a padló. Tehát van egyszer egy kérdőjel. Van egyszer egy olyan... Nem, az nincs. Olyan... De ez van. Vagy ez nem az? A kurva anyádat. Nem tudom. Ide. Nem. Nem jó. Jó, mindegy, kérdője. Próbáljuk meg ezt. Nem jó. Miért nem aktiválja ezt a perket? Melyiket? Ami a... ezen a puskán van, nem értem, hogy miért nem aktiválja, nem mindig. Na, szóval kérdőjel. Az az első. Akkor nézzük meg ezt. Nem. Kérdője. És van nem kérdőjel indítok. Mindenképp azzal kell szerintem. Jó, igen. Ok.
ez a kérdőjelszerű. Mondjuk, melyikre nem álltam még? Melletted lévőre álltál, vagy? Nem. Tehát... ez nem jó. Ez sem jó, az sem jó. Akkor... Kérnünk? Közeledben nem voltam apukám. Tehát várjál, lehet akkor sétál... Oké. Nem jó. De már második megvan. Az már jó? Ez egy memória játék. Már rájöttem. Tehát kérdője utána ez. Akkor ha nem erre, akkor mondjuk... Nem jó. Kurva anyára! Basznék, ne támadj már! Ki megvan a harmadik? Nem, az már jó. Mondjuk... Nem! Itt hiszem szerintem meghalunk belőle. Jó, tehát... mi volt? Az meg... Oké. Hát ez nem jó, akkor mondjuk... Nem! Köcsög! Ó, nem mindegyiknél csap minion áradat. Tehát akkor ez sem jó, ez sem jó. Erre ez jó volt. Igen. Igen. Na most vagy erre, vagy erre. Dönts, Martin. Neked jó vagy bal? Ja, nem lehet, csak egy gondolkodni. Igen. Életben. Amúgy legyen nekem bal a legközelebb. De mi? Most... Elbasztam bazen Simpsonnal. Merre, hogy szedjük főzéket. Jó. Oké. Nem! De büdös! Büdös vagy!
Na, most hova? Nekem van egy tippem, mivel gecik, ezért erre. Hát honnan a nábozd meg? Hallgass a megérzéseidre. Egy erre. Nem! Te butös! Na, hogy te ide jöttél közben, rohadjál meg. Hát az első megjegyzések jók szoktak lenni, de nem minden esetben. De ne, bazd meg, ez egy búzi. Ja, oké, megvan. Megvan. Jó, azt hittem nem jó. Hopp, gyere Martin, ugor le. Ja, hogy ez nyílt ki? Igen, én is azt hittem, hogy nem jó megint. Akkor itt van az az armor. Jó napot kívánok! Az ablakból mezítelenül kiállok, meg ilyenek. Ó, nem mondod, hogy kell bele valamiba. Jó, nem jó. Meg kell tapírni. Ó, le lehet craftolni. Nem, és nem tudom ma ezért az utolsót. A középsőt én sem. Én pont a középsőt nem tudom. Na mindegy, majd vissza kell jönni, ha lesz ilyen lumine. Ja, hogy egyiket sem. Aha. Nekem pénzhiányom van, egy olyan 2000 arany. Nem kaptad meg a másik kettőt? Nézd már meg, amit én lecraftoltam. Nem. A koponyát azt megkapszom. Nem, nekem is külön le kell craftolni. Nekem pont az van meg. Ez a... baszón néz ki már így. De várj, ez mit tud? Powert... Tudod mi a... Damage boost. Armor hatás. Aha, damage boost. Hülye, ez kurva jó. Ez kell nekem, ez bazd. Kurva jó, ez kell, az armor, geci. Én ebbe megyek. Jó, majd vissza kell jönni. Ja. Ha? De legalább most már megvan, az ki van nyitva. Ja. Meg kell még az a luminet kristály, vagy mi meg... a fasz, mert azt kért. Jaj, mind a kettőnek kell? De hogy menjünk vissza? Itt maradunk körülöket. Ennyi. Itt fogunk, vagy itt fogunk akkor meg. Akkor nyílik, mert itt is van egy ajtó, akkor nyílik ki, ha... Jó. Itt, akkor nem rohadunk meg mégse itt. Ó, szóval ez az ajtó így kinyílik, Jól van. Gyűjtsd össze minden haragod és hújts le apádra, és foglald el mellettem miért vagy egyszer is minden. Hogy van, Gabi, te vagy a nagy palpi szakértő? Jól van. Na, hova menjünk? Azt mondja, palpi szakértő. Gisa az új izé. Menj már vissza az izé, kíváncsiuk ez a ruha, ez. Tudok-e rajta buffolni? Én ezt a ruhát le nem veszem. Nem, találtam, hogy pasag ruhát. Kurva, hát ilyen puzzle-es secret ruhát találtunk. És nem is drága, bazd meg, tehát a craft költsége nem egy nagy vasszizdasz. Neked nem volt annyi pénzed, Martin, hogy lecraftolod? Nem, mert én ugye megcsináltam most a izét. Nem, mert ő se olyan. Kiszophatod, Gabi. Miattad elfelejtettem, nem. Mit akartam mondani. Hát, gondolom fontosat. Majd nem tudom, mely fiúkat padovan. Hát ez kurva jó. Action ennyi. Legyen már ennyi elég?
Ja, szerintem... Két óra. Most szerintem... Ne kísértsük a sorsot, mondjuk itt az új pálya. Jó, ez most tetszett ez a rész. Volt bosszunk? Hát az Undying King volt a boss. Ja, Undying King, na az egy egész könnyű volt amúgy. De nem, ezt csinálja ez a game, hogy... Jön 3-4 ilyen lötyi boss, és utána jön egy ilyen über geci. Igen. Ja, miért, nem tudom miért iszélek. Ja, tudod, mit akartam én megnézni? Hogy nem lehet ezt a... Valahogy ilyen... Tehát mi történik, hogyha... Mit akarsz? Van adventure mód. Hogy... Azt mondja, az adventure mód nem reseteli a story campaign progress-t. Na jó, ez következőnek próbáljuk már ki, Martin, ezt az adventure módot, tehát ez egy játékmód a mostani izénken belül. Mert annak gondolkozok, hogy lehet, hogy meg tudunk ütközni olyan bosszal, amivel a kampányban nem, például a sárkánnyal, és ha megöljük a sárkány, meg tudjuk venni a Spitfire-t, ami egy kurva jó fegyver. Mert ennek gondolkozok, hogy nem lehet, nincs erre mód, hogy... Mert a reroll kampány, az gondolom, az meg lerezeteli. Na ezt majd nézzük meg, Kövi. Szerintem az adventure mód az nem rezetel, írja is. Viszont ki lehet választani, melyik pályán akarsz egy adventure módot, és akkor nézzük meg az Earth-t. És lehet, hogy... Hát mindegy, majd még utána is olvasok ennek. Mindegy, én kiléptem. Engem úgyis kidob akkor. Köszi a játékot, mindjárt jövök. Oké. Nincs télen ő, ne hívja senki.